stúdióban, arról az oldalán, a fantasztikus és van vele egy dobos is, ahogy ezt halljátok, ha ez nem... Hoppá, ez nem a jéges. Igen, nem fér be. Egy hatalmas patkó érkezik a stúdióban, ami nem tudom, hogy miből van, és ezen a patkón... Nem kicsi. Ilyen fatányérokon... Elképesztő mennyiségű étel. Kicsit én még Törökországban vagyok. Elképesztő mennyiségű étel és ital. Te jó Isten! Nem ital. És azt mondja, hogy ja, ez nem ital. A patkón egyébként van egy kis résztábla is, ami valószínűleg azt jelzi, hogy ki készítette nekünk ezt a fantasztikus ajándékot. Murman Marcel Gyenes Diás Festetics vágta. Azt a mindenség. Igen. Stimmel. Murman Marcel még nem fér be a... Még nem fér be a stúdióba. De hozzászóval érkezik. Hello, Marcel! Jó reggelt kívánunk! Kiket tisztelhetünk benne? Mi a Gyenes Diási Huszár Bandérium vagyunk, az Asbó Sándor Gyenes Diási Huszár Bandérium, és a 3800 fős településünket képviseltetjük itt nálatok a Klassz FM-re. Tehát nem egy ilyen alkalmi kis csoportosulásról van szó, hanem ti hagyományőrző huszárok vagytok. Hagyományőrző huszárok vagyunk. És nagyon szeretnétek, ha mennénk, úgy érezzük ebből. Hát, ebből ugye, hogyha arról volt szó, hogy ezt meg kell nyerni, szerintem mi meg is nyertük. Ez nagyon kemény. És ez a patkó, ez miből van? Tehát ez nem azt tudom megállapítani. Azt a Murman Marci hadnagyunk kovácsolta, hiszen ő tűzi kovács. Az igen. Ez egy kovácsolt patkó. Előbb-utóbb elkezdenek majd izzadni a bajtársak, mert nehéz. Nem is... Van, nem könnyű. De jó Isten, na, dobjuk ezt le valahova, de ne túl messzire. Ne túl messzire vigyük ezt a dolgot. Mikor, várj, kicsit bejjebb megyek, hogy elférjetek, mikor lesz az előfutam? Hányadikán lesz? 22-23, pünkös szombat, vasárnap. 22-23. Na, hát esélyesek vagytok, az a helyzet. És még vagytok. Nagy kenyér közben is érkezett. Közben egy frissen sült kenyér is. Szintén Gyenes Diási. Mióta van a huszárlányok, gyerekek? Amit most kimondottan erről célra sütött a helyét. Látod, huszárlányok is vannak, szevasztok csajok, és megjött a kis bírónk is, vagy a dobosunk is. Te ütötted azt a dobot olyan hangosan? Üssed még egy kicsit, úgy szól, mintha esne az eső. Videssétek ki! Na, és most így lóval egyébként, vagy kicsit azért csaltatok és autóval? Kicsit csaltatok, tehát ilyen modernizált huszárok. Lóval és Fehérvártól pedig kocsival. Fehérvártól, tehát modernizált huszárok vagytok ki. Mire kell készülni, Gyenes Diáson? Milyen lesz a móka? Következő, ez egy kétnapos rendezvény lesz nálunk. Az első nap, mivel hogy a Helikon Kastély Múzeum az egyik támogatója, illetve festett is György Herceg a fővédnöke, ezért az első nap egy városi felvonulás lesz huszárokkal, a kastély rendelkezésre bocsátott hintókat, azzal visszük a vendégeket fel és alá, megnyitják a vágtapályát, amelyik tradicionálisan a régi Festetics galoppálya helyén készült el, illetve van készülő benne, addigra teljesen készen lesz, és a vasárnapi napon pedig gyerekfutamok, amatőrfutamok, huszárvágták, és természetesen a nagy országos vágtának, a nemzeti vágtának az előfutama lesz. Mellette Ízek utcája, kirakodóvásár, kézművesek, tehát a településünk nagyon készül. Az igen. Este